Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Elmék, elmegyek, nem maradok e tájó. Hogy a szívem a babámért ne fájjon. Fáj a szívem a babámért nagyon fáj. Szűkít szeretek, mert a barna megcsalt már. Jaj, 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 jaj. Lánynak, kinek más falluban van a babája. Lám az enyém, velem van egy faluba. Még sincs a szívem soha nyugodalomba. A szívem soha nyugodalomba. Egy hosszú hetényi népdallal köszöntötték a Komlóra érkezőket, illetve az országjáró hallgatóit. Molnár Veronika és Rákpap Cecília énekeltek az előzőekben nekünk. Ugye Molnár Veronika a helyi zeneiskola nebulója, tanulója, egy ifjú hölgy mióta énekel? Hát szerintem itt Komlón lassan 4 éve. Igen. És néz közben Rákpap Ceciliára, ugye, aki tanítja énekelni. Így van, én tanítom a Verót lassan 4-5 éve. Én annyit tudok, hogy egy hosszú hetényi népdalt hallottunk, egy kicsit szomorkásat, általában a népdalokban azért a szerelem, meg a fájdalom, a szívfájdalom benne van. Mit lehet tudni a népi kultúráról, ezekről a dalokról itt ebben a vidéken? Hát, mint minden más vidéken is sokféle népdal található. A szövegük az, ami a legfontosabb a gyönyörű dallamaik mellett. Éneklünk szerelemről, gyerekjátékokat is éneklünk, csárdás dallamokat, ugrós dallamokat, mindenféle népdal megtalálható itt hosszú hetényben is. És olyan jó önökre nézni, mert fiatalok tényleg, tehát azt lehet mondani, hogy nagyanyáink, dédanyáink emlékei itt élnek a mindennapokban, a Keletmecsek kapujában Komlón. Még egy gondolat erejéig Veronikához visszafordulok, gyönyörű az a viselet, amelyben érkeztek. Akár ez a néptáncba is segítség lehet? Tehát akár ebben fellépni is szoktak? Igen. Ebben a ruhában csak énekelni szoktam, de rendes viseletben is szoktunk énekelni. Mert hát ugye, ha már énekelnek, akkor természetesen táncolnak is, erről is majd mindjárt beszélünk, de itt van mellettünk Makai Valéria, a zeneiskola igazgató asszonya, aki már szerepelt, hiszen fújt nekünk rögtön 10 óra után, és most meg izgult a tanulókért, a pedagógusokért. Így van, nagyon szorítottunk nekik a komlói fúvós zenekarnak is, és a népi énekeseinknek is. A zeneiskolában körülbelül hány nebuló jár? Milyen hangszereken lehet önöknél tanulni? Az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolában 3 művészeti ágon lehet tanulni. Néptáncot, zeneművészetet és képzőművészetet. Közel 350 növendékünk van, akiket 19 tanár tanít. Van utánpótlás, hogyha én most Veronikára nézek, akkor azt látom, hogy mosolygos fiatal, tanuló, ifjú hölgy, biztos vagyok benne, és ugye a fúvós zenekar csapattában is láttam egészen fiatalokat, ilyen 11 néhány éves fiatal fiúk is fújták. Egészen az óvodás korosztálytól a legidősebb növendékünk 60 év körüli, tehát várunk szeretettel minden művészetek iránt érdeklődőt, aki szeretne tanulni nálunk. Akár felnőtt fejjel is el lehet kezdeni, ez is egy jó gondolat volt. Köszönjük szépen Makai Valériának, Molnár Veronikának és Rákpap Cecíliának, akit nem engedünk el, de hogy miért, az majd kiderül később. És ugye szóba került a néptánc, úgyhogy táncos lábú kollégámat, Domokos Istvánt keresem. Már csak azért is táncra perdülünk, mert az előzőkben hallhattuk itt a dalban is, hogy ugye milyen vígság
boldogságot lehet abból nyerni, és szerintem így vannak ezzel a Pöndöny Néptánc Együttesben, és itt van Németh Csilla, a táncegyüttes vezetője, kezi csókolom. Országos sikerek, helyi sikerek, szóval sok-sok fellépés önök mögött, meg előtt, mert hogy most is éppen útra készülnek, vagy útra indulnak, hamarosan fellépnek a legkisebbekkel. Igen, az egyik együttes vezetője vagyok, van még két kollégám, Kék Zoltán és Podpász Beáta is. Igen, most indulunk Sátorhelyre a kicsikkel, az apró pöndőjjel délben egy gyereknéptánc találkozóra fellépni. Nagyon sokan vagyunk, az egy csoport, akikkel most elmegyünk, de egészen a bölcsödés korosztálytól az idős nyugdíjas korosztályig mindenféle korcsoportban néptáncolnak itt Komlón. Nagyon-nagyon szeretjük a várost, szeretünk együtt lenni, szeretjük a közösséget, szeretünk közösséget építeni magunk köré, fontosnak tartjuk, hogy szeressenek oda jönni, hogy ott biztonságban érezzék magukat a gyerekek. És hát ezáltal, hogy ez jól tud működni, ezáltal nyilván sikerek is vannak. Ez milyen érdekes, hogy belépünk ide Komlóra, jövünk mondjuk autóval, busszal, ki hogyan, vonattal, kockaépületek ezek, a régi szociál épületek, és ugye azt hinni az ember itt, hogy olyan hidegség van, meg merevség, és közben itt találkozunk emberekkel, és megismerhetjük Komlónak az igazi arcát, és azt a lelkét, ami erre a településre jellemző, és egyre inkább így van ez, szóval, és gondolom, önök is az egyik motor ennek, mert hát egy közösségi tér. Igen, én is hallgattam már a riportokat 10 órától, és azt hallottam, hogy mindenki milyen pozitívan nyilatkozik. Mondom, biztos gondolják magukba, hogy ide csak olyan emberek lettek hívva, akik itt szeretnek itt élni, de én azt gondolom, hogy tényleg aki itt lakik, az szeret is itt lakni, különben miért lakna itt. Egyébként én megvallom őszintén, hogy legelőször azt gondoltam, hogy csak bányászatról fogunk beszélni, és a múltról. Persze ez is a része a jelennek, de az a sok-sok emberi lélek, meg közel meg szeretet, amit az embereket fogadja. Szóval nem is tudom, hogy honnan jön, lehet, hogy vulkánszerűen a föld mélyéből. Igen, egyébként én is az országban máshol lakó emberekkel beszélgettem többször, és mindenki csodálkozott, hogy Komlón laksz, és hogy ott jó ott lakni, és mindenkinek mondom, hogy igen, nagyon szeretünk itt lakni. El kell jönni. El kell jönni, így van. És egyébként nem csak, hogy szép is, szóval körül lehet nézni, tisztaság van, rend van, virágok vannak, szóval teszünk érte, hogy rend legyen. És akkor vissza a tánchoz, ugye Pöndöly, honnan a név Pöndöly, ez is egy szép név. Igen, 96-ban alakítottam Rieger Nellivel ezt a táncegyüttest, az akkori színház igazgatónőjének a nagy ösztönzésére Harnoci Csabáné segített igazából megalakítani, hogy felajánlotta azt, hogy egy komlói színházban próbálhatunk, azért az egy nagy dolog, hogy egy színház színpadán tarthatjuk a próbákat, kezdjünk el valamit, és akkor a környékbeli, nem is annyira komlói, hanem környékbeli hagyományozó táncosokból szedtünk össze egy alapmagot, akivel elkezdtük az egészet, és hát a Pöndöny név úgy alakult, hogy nem volt semmilyen viseletünk egyáltalán. És az akkori polgármester, a Szarka Elemér, már itt az előbb nyilatkozott, hallottam, őhoz elmentünk, megkerestük, hogy hát szeretnénk egy táncegyüttest, hogy hát támogassa ezt meg, és mondta, hogy hát valaki csak úgy idejön, és azt mondja, hogy szeretnénk, hát bizonyítsuk be, hogy valamit tudunk, és akkor majd nyilván segíteni fog. És akkor hát nem volt más, csak egy póló és egy alsó szoknya, azt így szereztünk így innen-onnan, és akkor az első műsorunkat így tavasztáján megtartottuk, és akkor már elhitte, hogy ebből lesz valami. Pöndőjben táncra perdültek. Igen, és hát az már 26 éve volt, tehát azóta már bizonyítottunk ezt azt, és nagyon-nagyon szeretnek minket a városba, és nagyon-nagyon támogatnak. És akkor miket táncolnak? Ugye itt Baranya megye, Baranyait is feldolgoznak? Igen, elsősorban az a fő célunk, hogy a környékbeli táncokat, a gyerekek, az egész kicsik a játékoktól kezdve a baranyai játékokat és táncokat tanulják meg, a legeslegfontosabb. Mi egyébként tulajdonképpen Hosszú Hetény, Magyar Egregy és Ormánsággal foglalkozunk többnyire a baranyai táncokból, de ezen kívül az egész Magyarország tájegység táncait tanítjuk, és táncolják a gyerekek. És ugye ön zeneiskolában tanít néptáncot, tehát és gondolom akkor ez ott is része ennek az egésznek, hogy a baranyai táncokkal, meg az itteni játékokkal a legkisebbek már igen fiatalon megismerkedhetnek, ami egy jó hozadék. Igen, művészetoktatásban tanítjuk őket egészen, igen, általános iskolás kortól,
18 éves korig művészeti oktatásban, és akik azon felül már kiárták és folytatják az a nagy együttes, ők meg egyesületi keretekben. No hát akkor pöndőj nélkül most tovább pörgünk a kolléganőm Szifra Szilviához. Nagyon szépen köszönöm Német Csillának, aki a Pöndőj Néptánc Együttes egyik vezetője, és hát így elmondta a táncegyüttes lelkét meg mindazt, amivel foglalkoznak.